azok a jeles professzorok, akik annak idején elgondolták, megálmodták ennek az intézménynek a megvalósítását, akiknek köszönhető a létrejötte, hiszen ez az ország legrégebbi nyári egyeteme, azoknak a álmai, elképzelései igazolást nyertek az azóta eltelt közel 9 évtized során. Persze mások voltak azok a körülmények 1927-ben, egészen más kihívásoknak kellett megfelelni abban az időben. Azóta volt egy világháború, azóta voltak válságok, voltak rendszerváltások, és mégis ez a debreceni nyári egyetem túlélte, és az évtizedek során folyamatos működést tudott biztosítani. A mai kihívás abban rejlik, hogy a világ rendkívüli mértékben nemzetközivé vált, az egyetemekkel szemben alapkövetelmény, hogy nemzetközi szinten kell megmutatkozni, és a nemzeti kultúrák számára is követelmény, hogy a világ számára a leghatékonyabb módon mutatkozzanak meg. Ebben tud egy egyetem, mint a Debreceni Egyetem is, nagy szerepet játszani és felelősséget vállalni. 41 országból érkeznek az idén a nyári egyetemre a hallgatóink, akiknek a létszáma közel 200 lesz. A konkrét nyelvtanulók, akik a magyar nyelv miatt érkeznek, mintegy 150 fő, de emellett más egyéb programokra és kurzusokra is érkeznek külföldiek. Többek között egy olyan újdonságra, amely a korábbi években nem létezett, ez egy sportkurzus, amelynek a létrehozása a Debreceni Egyetemmel együttműködésben történik, ez 20 főt fog jelenteni, illetve tovább folytatódik a magyar történelemről és kultúráról szóló angol nyelvű kurzusunk, és újdonságként szintén be tudunk számolni olyan gyerektáborokról, amelyekre diaszpórában élő gyerekeket tudunk eljuttatni, és ezzel növeljük a generációk számát, ha úgy tetszik. Végezetül pedig egy olyan konferenciára érkeznek kollégák, több mint 20-10 országból érkező magyar tanár, akik a diaszpórában tanítják vagy a nyelvet, vagy magyar nyelvet tanítanak bizonyos olyan tantárgyak, mint történelem, irodalom és kultúra. A legtöbben az idén Lengyelországból érkeznek, ez újdonság számunkra, vagy meglepetés, mert a korábbi években is sok lengyel hallgatónk volt, de ilyen nagy számban még nem voltak. Őket követi az Egyesült Államok, aztán Németország, előkelő helyen van Japán, a 9 fővel adott esetben, és ilyen érdekes országokból is jönnek hozzánk tanulni, mint Albánia, Banglades vagy éppen Új-Zéland.